Sziasztok, Ádám vagyok, a Tech2.hu-t nézitek, és a Samsung Galaxy S6 edge+-hoz készült billentyűzetes tokot fogom most bemutatni. Itt van maga a kiegészítő, hogyha leszedjük, ez két részből áll. Egyrészt van egy hátlapot borító elemünk, ami hasonló, mint a Clearview Cover, annyi különbséggel, hogy ennek a hátlapú borítása egy ilyen kékes színű sima műanyag, tehát nem áttetsző, illetve kicsit érdesített mintázott felületet kap, ami fogás szempontjából elég nagy előny, illetve hát a belső felülete egyébként puha anyaga van borítva, illetve van ez a különálló billentyűzetes rész, amely a kijelző elejére kerül, és vezeték nélkül fog igazából működni, ami tulajdonképpen a kapacitív érintőket itt fogja majd szoftveresen érzékelni a telefon, úgyhogy igazából nagy okosság mondhatni nincs. Ezt a billentyűzetet önmagában nem tudjuk használni, amint látszik, tehát mindenképpen szükség van arra, hogy felhelyezzük ezt a hátlapi borítót hozzá. És ez egyébként külön így tokként is használható, és ezt követően pattintható fel a billentyűzet is, amely utána gépelésre használható. Maga a billentyűzet egy teljes QWERTY, egyelőre nem tudni, hogy lesz belőle magyar kiosztás, hiszen most egy amerikai-angol kiosztásunk van. A 3 darab gomb alul fizikaira változott, van egy home gomb, egy visszagomb ugyanúgy, illetve egy alkalmazásváltó, viszont amit elvesztünk ezzel az az új lenyomat olvasó, amely a home gombba bekerült. Cserébe kapunk fizikai gombokat. Ha valamelyik érzett alkalmazásba, akkor be tudom mutatni gépelés közben. Igazából annyira nem mondom, hogy könnyű, lehet kicsit meg kellene szokni ezt a billentyűzetet, de nekem annyira nem jön be igazából, elég sok a melléütés, amint látható. Elég lassan lehet beírni, bár a Samsung azt mondja, hogy teljesen gyors, nyilván ez megszokás kérdése is. Hogyha megtalálom még a plusz jelet, akkor így be is van írva. Szerintem egy elég ronda kiegészítőről beszélünk, egyrészt megvastagítja a készüléket, illetve annyira nem néz ki szerintem jól, de a Samsung úgy gondolja, hogy egy phabletnél szükség lehet esetlegesen arra, hogy egy fizikai billentyűzettel tudjunk gépelni, ezen esetben pedig a Keyboard Cover elérhető. Egyelőre más készülékhez nem használható, illetve nem elérhető ez a tok, nem tudni, hogy lesz-e ilyen, viszont a Galaxy S6 Edge Plus-szal elérhető lesz már, amikor megjelenik a készülék. Ez volt tehát a Samsung Galaxy S6 Edge Plus-hoz készült Keyboard Cover. Kövessetek minket továbbra is a Tech2-n. Sziasztok!